A Móra iskolában tartotta választási fórumát a Demokratikus Koalíció vezetője, Gyurcsány Ferenc pártelnök nem számít meglepetésre az önkormányzati választáson. Nem nehéz megjósolni a választások országos végeredményét. Nagyságrendileg arra az eredményre számíthatunk, mint ami tavasszal történt. Sőt, osztom egyik újságíró kollégájuk megállapítását, hogy az adósmentő programmal a Fidesz ledobta a választási kampány atombombáját. Azt überelni hagyományos eszközökkel nem lehet. A volt miniszterelnök szerint a baloldalnak ősszel is az összefogásra kell törekednie, hozzátette, nem jó, hogy Győrben nem sikerült közös jelölteket indítani. Másnap vagy harmadnap jött a hír, hogy a szocialista kollégák azt mondták, hogy mégsem állapodunk meg, ami nem jó, nem jó. Borkai egyébként is egy nagyon széles körben támogatott polgármester. Nagyon komolyan kell venni őt. Ne tagadjuk. Egy ilyen polgármesterrel szemben nem együttműködve kihívást jelenteni, az azt gondolom, hogy több mint szerencsétlen. A Demokratikus Koalíció egyeztetett az MSZP-vel, amit az utolsó pillanatban felrúgtak a szocialisták, jelentette ki Najpor Zsolt. Aki nem hisz ebbe az ügybe, az kompenzációs listás mandátumokban gondolkodik. Mi feladatban gondolkodtunk, és abban, hogy alternatívát kell nyújtani. Valaki belső dolgok miatt, vagy egyéb dolgok miatt nem ebbe gondolkodott. Egyetlen egy személyes megjegyzés, én megdöbbentem azon a dolgon, hogy a szocialisták polgármester jelöltje 20. a kompenzációs listán. Ha megnézitek, minden egyes polgármester jelölt vezeti a saját listáját. A fórumon Gyurcsány Ferenc ismertette a DK politikai stratégiáját, ebben a kislépések taktikáját kell követni, nem mondva le arról, hogy a baloldali ellenzék összeáll egy demokrata párttá.